Április 19-től újra megtelnek az általános iskolák, folytatódik a személyes jelenléten alapuló oktatás. Előtte azonban az oktatási intézményekben lezajlik a leendő első osztályosok beiratkozása. A nagycsoportos óvodás gyerekek szülei ezt online és személyesen is megtehetik, noha az intézmények most inkább előbbit pártolják. Április 10-én szombaton nyílik meg, és 16-án évfélig lesz nyitva az ehhez szükséges elektronikus kréta felület, ahol a szülők regisztrálhatják és beirathatják gyermekeiket. Azoknak a szülőknek, akiknek a körzetes iskolába kell, hogy beirassák a gyereküket, azoknak könnyű teendőjük lesz az online felületen, csak az adatokat kell majd egyeztetni, pontosítani, kipipálni, és akkor már automatikusan ez a gyerek valószínű, hogy be is lesz írva. Akik nem a körzetes iskolába, vagy körzet nélküli iskolába szeretné beiratni a gyerekét, annak viszont ezen az e-ügyintézési felületen a gyereknek az összes személyes adatát föl kell vinnie, és ezután tudja majd az előzetes beiratkozást elvégezni. A szükséges dokumentumokat az első tanítási napig be kell mutatni, a beiratkozás után 2 héten belül pedig dönteniük kell a szülőknek, hogy gyermekük hit és erkölcs tan vagy etika tárgyat tanuljon ősztől. A személyes beiratkozás időpontja április 15-e és 16-a, vagyis jövő hét csütörtök és péntek. Erre a legtöbb iskolában előzetes időpont egyeztetés követően van lehetőség. A következő időpont, amire érdemes figyelni, az 19-e hétfő. A körzetes tanulók mindegyikét aznap kell hivatalból felvenniük az iskoláknak, azok sorsáról pedig, akik nem körzetes intézménybe jelentkeztek, 23-án születik döntés helyben, a szabad kapacitás függvényében. Amennyiben többen vannak, akkor a törvény alapján bizonyos szempontokat kell figyelembe venni, hogy sajátos nevelési igényű gyerekről van-e szó, olyan gyerekről van-e szó, hogy testvérvonzata van az iskolába, esetleg munkahelyjel kapcsolatosan vannak bizonyos kérései a szülőknek, tehát ilyeneket kell, hogy figyelembe vegyünk, de ezt a törvény leszabályozza. A döntésről 23-át követően írásban tájékoztatják a szülőket. Az Aranyban egyébként ősztől 3 első osztály indítását tervezik. Mint az intézmény vezetőjétől megtudtuk, ez a létszám az előzetes érdeklődések alapján meg is lesz.